Közép-Európa az otthonunk, a térség földrajzi gazdasági egység sokszínű kultúrával. Az itt élő nemzeteket összefűzi a közös történelem minden öröme és bánata. Szuverén államok alkotják, melyek célja az erősödés, módszere a regionális együttműködés fejlesztése lehet. A térség már ma is hangsúlyos, és reményeink szerint egyre erősödő szerepet tölt be Európában. Területe az unió területének 24%-a, népességének 23%-át adja, míg a teljes gazdasági kibocsátás 10%-át teszi ki. Az elmúlt 20 évben a térség dinamikusan, de még távolról sem véglegesen zárkózott fel, közel 2%-pontos átlagos növekedési többlettel az eurozóna átlagához viszonyítva. Az országok eltérő aktivitású két és több oldalú gazdasági kapcsolatokkal eddig is rendelkeztek. Az utóbbi évek tapasztalatai egyértelművé tették, hogy a minél szélesebb körű összefogás soha korábban nem tapasztalt mértékű érdekérvényesítő képességet biztosított a régiónak és azon keresztül az egyes országoknak. A szuverén államok gazdasági együttműködésének kulcsa a modernizáció, az innováció és a digitalizáció lehet. Magyarország részéről minden tudás és képesség adott ahhoz, hogy az ipari mezőgazdasági technológiai és tudományos együttműködés zászlóvivője legyen. A magyar közgazdásztársadalom fontos területeken veheti ki részét a folyamatokból. Lehetőségeket látunk mások mellett a közös finanszírozás megoldásainak kidolgozásában, a tőke szerepének újragondolásában. A Magyar Közgazdasági Társaság kelet-közép-európai szakosztálya elemzésekkel, működési koncepciókkal és kutatásokkal kíván hozzájárulni a közös sikerhez. Magyar Közgazdasági Társaság 25. szakosztályaként alapult meg a kelet-közép-európai szakosztály. A szakosztály megalakulását fontosnak és hasznosnak gondolom, hiszen ebben a régióban élünk, ennek a régiónak az országaihoz hasonlítjuk magunkat, és hasonlítanak minket mások. Így a velük való együttműködés, a velük folytatott tapasztalatcsere mindenféleképpen hozzájárulhat az egyes országok és akár az egész régió felemelkedéséhez vagy felzárkózásához. A szakosztály munkája hasznos lehet a V4-es országok közgazdasági társaságaival kötött együttműködési megállapodásunk tartalommal való megtöltésében is, és további értékeket teremthet a határon túli magyar közgazdász szervezetekkel való, már hosszú múltra visszatekintő együttműködésünkben is. Így aztán én személyesen is nagyon örülök a szakosztály megalakulásának, és a Közgazdasági Társaság elnöksége nevében sok sikert kívánok a munkájához. Bízom benne, hogy személyes tapasztalataimmal és szakértő munkatársaimmal tudunk lendíteni azon a közgazdasági gondolkodáson, ami hazánkról és a minket körülvevő régióról szól. Úgy gondolom, hogy a következő évek, évtizedek egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogy tudunk-e itt a közép-kelet-európai régióban előrelépni, ebben kívánunk mi segíteni. Kelet-Közép-Európa az otthonunk, a térség földrajzi gazdasági egység sokszínű kultúrával. Az itt élő nemzeteket összefűzi a közös történelem minden öröme és bánata. Szuverén államok alkotják, melyek célja az erősödés, módszere a regionális együttműködés fejlesztése lehet. A térség már ma is hangsúlyos, és reményeink szerint egyre erősödő szerepet tölt be Európában. Területe az unió területének 24%-a, népességének 23%-át adja, míg a teljes gazdasági kibocsátás 10%-át teszi ki. Az elmúlt 20 évben a térség dinamikusan, de még távolról sem véglegesen zárkózott fel, közel 2%-pontos átlagos növekedési többlettel az eurozóna átlagához viszonyítva. Az országok eltérő aktivitású két és több oldalú gazdasági kapcsolatokkal eddig is rendelkeztek. Az utóbbi évek tapasztalatai egyértelművé tették, hogy a minél szélesebb körű összefogás soha korábban nem tapasztalt mértékű érdekérvényesítő képességet biztosított a régiónak és azon keresztül az egyes országoknak. A szuverén államok gazdasági együttműködésének kulcsa a modernizáció, az innováció és a digitalizáció lehet. Magyarország részéről minden tudás és képesség adott ahhoz, hogy az ipari mezőgazdasági technológiai és tudományos együttműködés zászlóvivője legyen. A magyar közgazdásztársadalom fontos területeken veheti ki részét a folyamatokból. Lehetőségeket látunk mások mellett a közös finanszírozás megoldásainak kidolgozásában, a tőke szerepének újragondolásában. A Magyar Közgazdasági Társaság kelet-közép-európai szakosztálya elemzésekkel, működési koncepciókkal és kutatásokkal kíván hozzájárulni a közös sikerhez. Magyar Közgazdasági Társaság 25. szakosztályaként alapult meg a kelet-közép-európai szakosztály. A szakosztály megalakulását fontosnak és hasznosnak gondolom, hiszen ebben a régióban élünk, ennek a régiónak az országaihoz hasonlítjuk magunkat, és hasonlítanak minket mások. Így a velük való együttműködés, a velük folytatott tapasztalatcsere
mindenféleképpen hozzájárulhat az egyes országok és akár az egész régió felemelkedéséhez vagy felzárkózásához. A szakosztály munkája hasznos lehet a V4-es országok közgazdasági társaságaival kötött együttműködési megállapodásunk tartalommal való megtöltésében is, és további értékeket teremthet a határon túli magyar közgazdász szervezetekkel való, már hosszú múltra visszatekintő együttműködésünkben is. Így aztán én személyesen is nagyon örülök a szakosztály megalakulásának, és a közgazdasági társaság elnöksége nevében sok sikert kívánok a munkájához. Bízom benne, hogy személyes tapasztalataimmal és szakértő munkatársaimmal tudunk lendíteni azon a közgazdasági gondolkodáson, ami hazánkról és a minket körülvevő régióról szól. Úgy gondolom, hogy a következő évek, évtizedek egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogy tudunk-e itt a közép-kelet-európai régióban előrelépni, ebben kívánunk mi segíteni. Mindenki mikrofonba beszéljen, ez nagyon fontos, hogy hallatszik ki a streamről. És akkor itt a prezenter a zöld gombbal kell majd tovább nyomatni, jó? És akkor ott lehet látni a slide-okat. Köszönöm.
Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit a 58. közgazdász vándorgyűlésnek a banki kerekasztal beszélgetésén. Engedjék meg, hogy nagyon röviden elsőként bemutassam a kerekasztal résztvevőit, bár azt gondolom, hogy mindenki nagyon jól ismert itt a csapatból, de mégis azt gondolom, hogy ez fontos megtennünk itt a beszélgetés elején. Úgyhogy balról jobbra Balog Ádám, MKB Bank, Radovan Jelásit, Erste és Bankszövetség vezetője Hegedűs Éva, Vida József, Tóth Balázs, Simák Pál, és végül, de nem utolsó sorban Bencsik László. Úgyhogy köszönöm szépen, szeretném megköszönni az MKT nevében is, hogy elvállaltátok itt a szereplést, és akkor a beszélgetés menetrendjéről nagyon röviden annyit, hogy készültem néhány szlájddal egy-egy téma felvezetéséhez, és azt követően akkor tennék föl kérdéseket, és javaslom, hogy készfeltartással nyugodtan jelezzétek, hogy ki az, aki mindenféleképpen egy erős szózatot szeretne a témában intézni a közönség felé. Aztán remélem, hogy egy-egy téma kapcsán majd vita is ki fog tudni ementén alakulni. Úgyhogy kezdeném egy általános helyzetértékeléssel, hiszen azért azt gondolom, mindenkit manapság ugye ezt foglalkoztat. Látjuk azt, hogy augusztus végén, szeptember elején a világban megjelent a koronavírusnak a második hulláma. Alapvetően ez alakítja a reálgazdasági és pénzpiaci helyzetképet is a világban. Összességében, ami jelen pillanatban, bár a helyzet napról napra változik, állítható az az, hogy mondjuk nagyjából az év közepéig várt V-alakú kilábalás, amit ugye a kínai tapasztalatokra építve nagyon sok országban vártak, az mindenféleképpen egy lassabb folyamat lesz. Hát ugye jelen pillanatban a leggyakrabban használt formula erre az, hogy pipa alakú felpattanás várható. Bár azt gondolom, itt mi magyarok tudjuk a legjobban, hogy a pipának azért számtalan formája van, tehát itt is kérdés lehet az, hogy milyen pipa lesz ez a pipa itt a második hullámot követően, de egészen bizonyos az, hogy egy elhúzódó kilábalás válható reálgazdasági oldalon. Ugye jelen pillanatban azért azt mutatják a legtöbb előrejelzés, hogy az idejében szinte minden országban kivétel nélkül hát legalább egy 4-5%-os gazdasági visszaesés várható, hogy nagyjából globálisan is ez a helyzetkép, és amennyiben mondjuk a következő év első félében tényleg sikerül egy ellenszert kifejleszteni a vírussal szemben, akkor számíthatunk arra, hogy a növekedés az ismét helyreáll. De értelemszerűen ennek lesznek következményei, meg már vannak következményei a bankrendszer számára is. És ugye etéren talán az a specialitása megvan a következményeknek, hogy itt általában késleltetve jelennek meg hatások. Tehát ugye a 2008-2009-es válság után is azt láttuk, hogy még reálgazdasági oldalról a mélypontot a 2009-es év jelentette, addig a bankrendszer működésében ugye akár a hitelaktivitás, akár a portfólió minőségének az alakulása tekintetében, hát mondjuk 2-3 évvel később érte el a mélypontját a probléma. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy egy olyan részpiac lehet a bankrendszer, ahol nem csak arról van szó, hogy a második hullám következményeivel meg kell küzdeni, hanem én azt gondolom, az első hullám következményeit is még magunk előtt toljuk, magunk előtt látjuk. Tehát ilyen szempontból egy komplex, hát legalább két hullámmal szembeni védekezést kell majd végrehajtani. Ugye ami a jó hír, az, hogy ami igaz a magyar gazdaságra makrogazdasági szinten, hogy egy fundamentálisan erős állapotban érte el a válság, én azt gondolom, hogy ugyanez igaz a bankrendszerünkre is, szemben mondjuk a 2008-as évvel, tehát gyakorlatilag az összes olyan mutató, ami legalábbis a bankrendszernek a sok ellenálló képességét, a sok törő képességét leírja, az messze-messze a 2008-as szint fölött, tehát a szintnél kedvezőbb állapotot mutat. Tehát összességében azt mondhatjuk, hogy a neheze még talán mondhatjuk úgy, hogy előttünk van, vagy a bankrendszer előtt áll. Viszont az is igaz, hogy a kiinduló pozíciónk az,
az azért az kellően erős és kellően stabil. Úgyhogy nagyjából ez lenne itt a bevezető gondolat a részemről. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy nagyon rövid ilyen pillanatképet kérni tőletek, hogy ti hogy látjátok a helyzetet mondjuk a 2008-2009-es időszakkal összehasonlítva, tehát hogy mi az, amiben mondjuk általában a bankrendszer, vagy akár egy-egy bank egészen bizonyosan sokkal erősebb, sokkal jobb pozícióban van most mondjuk, mint 10 évvel ezelőtt. Ha megengeditek, akkor körbenézek. Balázs, te jelezted elsőként, úgyhogy nagyon szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget és a meghívást. Én 3 dolgot említenék itt. Az első, hogy ellentétben az előző 2008-2009-es pénzügyi válsággal, én úgy gondolom, hogy most a bankrendszer és a bankok mindenképpen a pozitív oldalon állnak. Tehát mi most pozitívan a gazdasági védelmi akciók, a gazdaság újraindításának és a gazdasági növekedés beindításának a megoldás oldalán állunk. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy óriási pozitív különbség az elmúlt pénzügyi válsághoz képest. A második, hogy mindenképpen sokkal digitálisabbak lettünk, tehát nem véletlen, illetve erre bizonyíték, hogy napokon belül szerintem mindannyian át tudtuk állítani a működésünket távmunkára, az ügyfeleinknek pedig egy jelentős részét sikerült átterelni digitális és remote csatornákra. Ennek van egy másik nagyon fontos vetülete is, hogy itt nem csak a digitalizációban léptünk így előre, hanem hozzájárultunk a járványügyi védekezéshez, sikerült megvédenünk a dolgozóink egészségét, és természetesen az ügyfeleink egészségét is. És a harmadik, szerintem nagyon fontos, hogy az elmúlt években sokkal prudensebben, sokkal körültekintőbben hiteleztünk. Itt az alelnök úrnak a 4. szlájdján láttuk, hogy az előző válság után 3-4 évvel tetőzött a nem teljesítő hitelek állománya. Tehát az, hogy majd mennyire körültekintőbben hiteleztünk, ezt 2-3 év múlva fogjuk igazából meglátni, de mindenképpen meggyőződésem, hogy sokkal óvatosabbak voltunk, és nem lesznek olyan számok, amit a 4. oldalon mutatott be az alelnök úr. Köszönöm szépen. Radovan, te, mint aki az egész bankrendszert is képviselni tudod itt a válasz során. Szerintem itt vannak a bankárok, és sokkal jobban megcsinálják helyettem. Én még 2-3 dolog, amivel ki szeretném egészíteni, amit a Balázs előbb mondott. Szerintem nagyon fontos különbség az is, hogy nincs külső finanszírozási függőség, ami egy óriási békője volt az akkori bankrendszernek. Szerintem mi is időközben edzettek lettünk, megtanultuk azt, hogy kell egyszerre a krízist menedzselni, és továbbra is hitelezni, illetve mindent elkövetni annak érdekében, hogy ne legyen egy még nagyobb gazdasági leállás. Amit itt a Balázs is már egy picit feszegetett, szerintem nagyon fontos az is, hogy most nem egymás ellen, hanem tényleg megpróbál mindenki együtt, tehát bankok, kormány, MNB ugyanabba az irányba evezni. Szerintem még egy nagyon fontos dolog, ugye, hogy a krízis elkezdődött március elején, és már negyedéves számokkal nagyobb sok bank, sőt többsége már június végével is jelentős értékvesztést képzett. Tehát előre megy az eseményeknek, és nem pedig kivárja, és utólagosan, hanem tehát tényleg szerintem mindenki sokkal transzparensebb most, mint 12 évvel ezelőtt. Köszönöm, Radovan. Haladnék a jelentkezések sorrendjébe, hogyha megengeded, Éva. Ádám, a szót írnos. Köszönöm szépen. Alapvetően egyetértek az előttem szólókkal. Nyilván az előző válság az egy pénzügyi szektorból kiinduló válság volt, tehát ennek valahol természetes következménye, hogy a pénzügyi szektor, meg által a pénzügyi szabályozás az felkészült arra, hogy olyan ne történhessen még egyszer, mint akkor a bankok ellenállóak, a állama és a Nemzeti Bank is teljesen más hozzáállást. Most az elmúlt 10 évben tényleg felkészültünk erre a helyzetre, ami a pénzügyi szektort illeti. Miben készülhetünk volna talán egy kicsit jobban, amit én mostanában szoktam mondani, meg mostanában szoktam gondolkodni, az, hogy egy ilyen nemzeti tőkeprogram nekem még hiányzott volna egy ilyen 2-3 évvel ezelőtt, ahol a kicsit mikrobb szinten értjük meg a reálgazdaságnak a működését, és specializáltabban
emelünk ki iparágakat vagy cégeket. Makro szinten már nagyon jól beszélünk, meg sokan jól értenek. Így a mikro szinten a tőkének a elhelyezése, abban szerintem még lenne hova fejlődni. Köszönöm szépen, Éva. És akkor a végén még a Laci jelezte, és akkor utána jutunk úgyis egy következő kört, jó? Köszönöm szépen a lehetőséget. Én azt mondanám, hogy más makrogazdasági környezetben van az ország, mint amilyenben volt 2008-kor, és ez egy nagyon lényeges különbség. A szabályozó nagyon sok minden változást vezetett be, ami befolyásolja a bankok jelenlegi működését és az ügyfelek viselkedését is. Elég csak arra utalni, hogy nem csak, hogy nincsen devizakockázat, hanem a fix hitelek aránya növekszik, a hosszú lejáratú hitelek aránya növekszik, a KKV hitelezésben hosszú lejáratú stabil forrás áll rendelkezésre a növekedési hitelprogramon keresztül. Ez egy olyan ország számára, amilyen Magyarország is, aki a piacgazdaság építését tulajdonképpen 90-ben kezdte. Ez egy nagyon fontos segítség a vállalkozások számára, hogy 10 vagy esetleg 20 évre is gondolkodhatnak stabil kamatok mellett. Szeretném kiemelni azokat a jogszabályi változásokat, ami elsősorban a lakosság számára volt fontos, a jövedelemarányos törlesztő részlet és az LTV tekintetében, ami az eladósodottság mértékét természetes módon tartott a kordába. Utólag mindig okosabb az ember, amire egy picit több figyelmet kellett volna, vagy kellene még ma is fordítani, miközben az a változás, ami a garancia rendszerek tekintetében bekövetkezett az elmúlt 10 évben, az nagyon dicséretre méltó, nagyon jelentős változások történtek. De annak érdekében, hogy tekintettel a COVID vírusra is, és egyébként is egy fejlődésben lévő ország számára rendkívül fontos, hogy megfelelően stabil forráshoz és megfelelő garanciák mellett tudja a bankrendszer ezt a hitelt biztosítani. Köszönöm, és akkor a kör végén, Lacia. Hát nagyjából minden elhangzott, de talán a legnagyobb különbség tényleg a devizahitelek hiánya. Tehát ez egy óriási problémát jelentett az előző válság során társadalmi szinten is, és nyilván a bankoknak is, meg az ügyfeleknek az, hogy ez most nincs, illetve azok az addicionális makroprudenciális szabályok, amiket a jegybank bevezetett az elmúlt években a hitel és a fedezetérték arányára vonatkozóan, illetve a payment to income ráta bevezetése. Tehát egy nagyságrendekkel alacsonyabb kockázatú portfóliónk van, mint 12 évvel ezelőtt. Jó, köszönöm szépen. Akkor csak még a témánál maradva, azért egy ilyen kis makrogazdasági irányú észrevétel a részemről. Tehát, hogyha most megnézzük azt, hogy mondjuk az első fél év kapcsán Európában hogyan néz ki a országok ranglistája, a növekedés vagy a GDP alakulás kapcsán, akkor azt látjuk, hogy hát körülbelül mondjuk az első 6-8 helyen ugye találhatók a balti országok, illetve a skandináv országok. Tehát, hogyha nagyon leszeretném egyszerűsíteni, nagyjából ez a paletta, aminek persze vannak okai ugye gazdaság szerkezeti oldalról is, tehát hogy értelemszerűen az, hogy hol mekkora része a GDP-nek a turizmus, illetve az autóipar, az persze egy fontos tényező egy ilyen időszakban. De van egy másik oka is szerintem, ez pedig a digitalizáció, illetve a digitális fejlettség az adott gazdaságnak, és ebbe beleértem a bankrendszert is, hiszen én azt gondolom, ennek a válságnak az a következménye, hogy azok az országok tudnak gyorsan reagálni erre a kihívásra, amit a koronavírus okoz, aminek ugye épp az a következménye, hogy a személyes kontaktusok száma az törvényszerűen lecsökken, ahol kellően fejlett digitális szolgáltatásokkal bír, akár az áram, akár a pénzügyi rendszer, akár a gazdaságnak más szerete. Úgyhogy ilyen szemmel kérdezném azt, hogy ti hogy látjátok így az első hullám tapasztalatait, tehát hogy van-e olyan szerete azért a működésünknek a bankrendszerben, ahol mondjuk az első hullám azért okozott
akadályokat, okozott feloldandó problémákat, amire azt gondolom, hogy a második hullámban még hangsúlyosabban kell majd reagálnunk. Szerintem a magyar bankrendszer digitálisan nagyon fejlett. És rendkívül gyors volt az átállás, és egy olyan működésre kellett átállnunk nagyon gyorsan, amire ugye nem nagyon számítottunk. És ez tényleg hiba nélkül ment, azt gondolom, hogy mindenhol, és gyakorlatilag egy hónappal előtte lett bevezetve az azonnali fizetési rendszer, köszönhetően a jegybanki iránymutatásának, meg elvárásainak, és ami egyébként tehát európai szinten sem nagyon van ilyen. Úgyhogy szerintem jól vizsgázott a bankrendszer, digitálisan fejlett, és abszolút ki tudtuk szolgálni az ügyfeleinket ebben a szituációban. Akkor inkább az optimisták közé tartozó, reméljük, akkor a költségmutatókban is ez hamarosan most már egyre inkább látszik majd. Jelentkező? Csak egy mondattal egészíteném ki a Lacit, hogy van még egy nagyon érdekes pozitív hozadék, amivel mi vagy én személy szerint nem számoltam, hogy olyan ügyfélcsoportokat vagy társadalmi csoportokat is sikerült a digitál bankolás és a remote bankolás felé terelni, amivel előtte én nem számoltam, vagy előtte nem vártam, hogy mondjuk a nyugdíjasok ilyen aktívan elkezdenek, akár elektronik bankon keresztül, vagy a remote banking, vagy call centeren keresztül tranzakciókat indítani. Tehát mi azt láttuk, hogy itt volt egy nagyon jelentős ugrás. Tehát ez mindenképpen egy pozitív változás, ami mondjuk a járvány után jött. Értem, és akkor utolsó gondolatként Radován. Igen, talán csak amit a Laci is mondott, tehát ami digitális bankolást illeti például, és egy összehasonlítás a régiós országokkal. Tulajdonképpen Magyarországon van az Erste-nek százalékban a legnagyobb számú digitális ügyfele. Tehát az ügyfeleknek az 54% az utóbbi 30 napban, vagy mobilon, vagy iPad-en, vagy pedig interneten bejelentkezett, ami még egyszer sokkal több, mint például Ausztriában vagy Csehországban, de egy dolog. A másik meg, amit már itt megemlítettünk, ugye az instant payment. Én a gyerekeknek múlt hét óta már csak úgy adok pénzt, hogy request to pay-t küldenek nekem, jó, amiben beírják, hogy mire, és akkor most már ezt bevezettük, tehát most már nincs az, hogy hívnak, és aztán én utaljak, és szerintem tényleg az egész egy ilyen fast forwardolt a minket a jövőbe, ami a digitális fejlődést illeti. Aztán szerintem majd az ülés után még egy picit leülhetünk. Én azért nem látom azt, hogy sokkal több digitalizáció élből azt jelenti, hogy majd a cost income ratio minden áron jobb lesz, mert ezek óriási fejlesztések és óriási befektetések. Jó, akkor ebből a körből azért nem hagyjuk ki az Évát. Parancs. Igen, de nem tudom, hogy oda akar, de elvenni, és utána. Ja, bocsánat, akkor József. Kimaradt, gyorsan elmentek. Elnézést. Itt, vagy hevesebben fogok jelentkezni. Ugye az AFR-ről beszéltünk, hogy március 1-ével, 2-ával elindult a bankrendszer, és azt lehetett látni, hogy az emberek rászoktak, és azt hiszem 2 vagy 3 éve ezzel beszéltünk Radovánnal egy közgazdasági vándorgyűlésen, hogy nem tudta kifizetni a parkolóját a Mamutba. Most már ez nem lehet probléma, mert tud küldeni egy ilyen üzenetet, és azonnal segítenek a gyermekei. De a digitális világ fejlődéshez az is hozzátartozik, hogy a mi ügyfélkörünk is, ugye 750 fiókot nyitunk ki naponta, nagyon gyorsan átállt a digitális világra. Ez jó hír, hiszen április-májusban mintegy 40%-kal nőtt, és mintegy 80%-kal az így lead, 40% az ügyfélek, akik használták, és 80%-kal a beadott átutalások száma. Azonban van egy ilyen kicsikét negatívabb hírem, hogy május után visszaszoktak a fiókba a kevésbé digitalizálódni vágyók, és ez a nyár folyamát végigvitte. De úgy gondolom, hogy ez egy kihívás, hogy megtanítsuk az ügyfeleket, hogy bátran használják a digitális teret, és ez egy jövőben mutató dolog lesz. Ettől függetlenül ki kell nyitni ezt a sok-sok fiókot, és amikor majd a költségeket nézzük, akkor ugye ezt kell majd valahol mérlegre tenni, hogy a fiók fenntartás vagy a digitális tér fejlesztése a jövő útja. Akkor a zárszó most az Évá. Semmiféleképpen se zárszó, és hát nyilván az uraknak a megállapítását nem szeretném vitatni, és hát nagyon örülök, hogy ez a digitalizáció ilyen mértékűvé vált, hiszen 2010-ben, amikor mi elkezdtük a
üzleti modellünket, akkor sokan kételkedtek abban, hogy lehet profitábilisan bankot így építeni. De ugye ez a beszélgetés nem feltétlenül a reklám helye, hanem az is, hogy mit lehetne még tenni, hogy a digitalizációban tovább előrehaladás történjen, mert a számlanyításban, a paymentben, tehát nagyon sok minden területen tényleg mérföldnyi változás történt az elmúlt időszakban, de azért a hitelezés területén van még mit tenni, tehát az, hogy a pénzforgalmi szolgáltatások teljesebb köre váljon digitálissá, azt gondolom, van teendője a szektornak, és szerintem van teendője a szabályozónak is. Ugye jelen pillanatban legalább két törvényt mondok, ami nem teszi lehetővé, hogy például a jelzálog hitelezést digitális csatornákon keresztül lehessen megcsinálni, hiszen a fogyasztók hitelezéséről szóló törvény kifejezetten előírja, hogy a jelzálog hitelt írásban kell megkötni. Miközben vannak olyan technológiai megoldások, mint például a videóbank, ahol valós idejű, nagyon kemény minőségi feltételeknek megfelelő módon kell biztosítani a zártságot, de nyilván lehet más megoldás is. Szóval én azt gondolom, hogy a technológiai fejlődés, az adatforgalom, az adatfeldolgozási kapacitások fejlődése nagyon nagy teret biztosít a pénzügyi szolgáltatások számára is. Elindultunk ezen az úton, de azt gondolom, hogy az, hogy ez fölgyorsuljon, például fogyasztók hitelezéséről szóló törvény, vagy a polgári perrendtartásról szóló törvény, ami ugyancsak bizonyos korlátokat szab annak, hogy a emberek mindennapjaiban fontos hitelszerződések tekintetében is lehessen a fizikai kontaktust elkerülni. Azt gondolom, hogy ezekkel a változásokkal tovább lehet inspirálni a pénzügyi szektor digitalizációs törekvéseit. Köszönöm szépen. Még mielőtt tovább ugranánk a következő témánkra, ami ugye a moratórium lesz, csak szeretném jelezni azon kedves nézőknek, akik az interneten keresztül követnek minket, hogy van lehetőség a közönség részéről is kérdéseket beküldeni, és azt tudom ígérni, hogy a beszélgetésnek az utolsó szekció, tehát nagyjából az utolsó 15-20 perc az a nézői kérdésekkel fog eltenni, tehát azokat a kérdéseket fogom föltenni a bankvezéreinknek, amelyeket a közönség soraiból kapunk. Ja, akkor ugorjunk is át a moratóriumra, azt gondolom ez megint csak egy olyan téma, ami mindenkit érint. Itt megint csak engedjétek meg, hogy egy nagyon rövid ilyen kis makrogazdasági bevezetővel kezdjem, mert a GDP növekedési ráták mellett azt is vizsgáltam itt az első fél év kapcsán, hogy hol milyen szerkezetben következett be a gazdasági növekedés, vagyis hát egész pontosan a gazdaságnak a visszaesése. És az az érdekes adat látszott Magyarország kapcsán, hogy például a lakossági fogyasztás az egészen ellenállónak bizonyult az első fél évben, tehát 1,6%-kal csökkent az első fél évben a magyar lakossági fogyasztás. Egyébként az Európában a harmadik legjobb adat, tehát ilyen szempontból a harmadik legsikeresebben sikerült a hazai vásárlóra jött a hazai keresletet megvédeni. Én azt gondolom, hogy ebben óriási szerepe volt annak a moratóriumnak, amit ugye a kormányzat ugye egy bank támogatásával, illetve a bankrendszer segítségével ugye elindított márciusban, és az év egészében nagyjából 2000 milliárd forintot hagyott a hazai vállalkozásoknál és a hazai családoknál. Ugye nagy kérdés, hogy mi lesz a moratórium után, tehát hogy néz ki az élet a moratórium után. Ugye tekintetben is ugye azt látjuk, hogy azért akik eddig részt vettek a moratóriumban, azok nagyságrendileg lefedik azokat, akik egyébként ténylegesen olyan helyzetbe is kerültek, hogy valamilyen oknál fogva akár a munkapiaci helyzetük változása, akár a vállalkozásnak az árbevételnek az alakulása miatt nem képesek, vagy nem lettek volna képesek törleszteni, de látjuk, hogy vannak olyanok, akik még nincsenek ilyen módon a moratóriumban, ez főleg a vállalkozások esetén figyelhető meg, tehát hogy azért ugye a piros oszlop nagyjából ezen az ábrán ugye azt mutatja, hogy kik azok, ahol legalább ezzel a 25-30%-kal csökkent a bevétel, látható, hogy általában nagyobb, mint a sötétkék oszlop, tehát azért vannak még olyanok, akik még nem vesznek részvállalati oldalról a moratóriumot, tehát ezzel arra számítottunk, hogy azért itt ez a kör akár még bővülhet is. Jó hírt is mondjak, azért az is látszik, hogy mondjuk lakossági oldalról
körülbelül hát nagyságrendileg a 60%-a a háztartások vagy a családoknak olyan, ahol egyébként nem csökkent a jövedelem, és kb. 40% az, ahol egyébként ténylegesen jövedelem csökkenés következett be. Tehát ez is azt mutatja, hogy azért szükség van erre az intézkedésre. Úgyhogy akkor át is érnék a kérdésekre. Ugye egyrészt hogyan látjátok itt a moratórium, mondjuk azt, hogy moratórium egyet, tehát hogy itt ami az első szakasz, ami december 31-ig zajlott, tehát látható-e az, hogy az igénybevétel aránya az csökkent egyes szegmensek, tehát voltak-e olyanok, akik egyébként kiléptek a moratóriumból, vagy pedig inkább az ellentétes tendencia volt a jellemző, tehát hogy mik az érzékelések a bankrendszer oldaláról a moratórium igénybevételével kapcsolatban. Oli, a szót ír. A moratórium kapcsán most, hogyha adnék egy helyzetképet, mondjuk szektor szinten valószínűleg ugyanazok az arányok vannak, de lakossági ügyfelek tekintetében 50%-a van nagyságrendileg nálunk moratórium alatt, és 50% már kilépett. A vállalatok tekintetében 70%-a nincs, 30%-a igen. Ami látszik, hogy a tendencia a kilépésnek azért még mindig van, tehát többen lépnek ki a moratórium alól még ezekben a napokban is. A második, hogy visszalépnek-e a moratóriumba, tehát hogy nagyság, de nagyon kevesen. Tehát ugye most nálunk 1000 ügyfél volt, aki visszalépett, és 80 000 lépett ki. Tehát igazából, aki már egyszer kilépett, kevés olyan ügyfél van, aki az elmúlt időszakban lépett volna vissza. A nagy kérdés az lesz, hogy amikor lejár a moratórium, akkor tényleg hány százalék az ügyfélkörnek lesz, akinek tényleg gondja lehet. Ez nagyon nehéz megítélni, hogy a prezentációban is láttuk a jövedelmező, a fizetési változások egy jó proxy erre. Egy másik proxy több más országnak a moratórium helyzete. Például, hogyha nézzük mondjuk Szlovákiát, vagy Horvátországot, tehát Szlovákiában egy optinos moratórium volt, és igazából a lakosság ügyfeleknek csak a 10%-a élt a moratórium adta lehetőségekkel. És ott lett egy Nemzeti Bank által levezényelt kérdőív, hogy ki hogy látja a moratórium után a helyzetet, és igazából ennek a körnek csak a 10%-a volt, aki azt jelenti, hogy a problémája lesz, vagy gondjai lehetne. Tehát igazából 1,5%-a a teljes lakossági hitelállománynak, portfóliónak az, akit most ebben a megkeresésben úgy indukálta, hogy gondjai lehetnek. Most, hogy Magyarország, Szlovákia között milyen hasonlóságok lehetnek, nagyságrendileg ez nekem arra... Bocsánat, ez Szlovákia vagy Szlovénia? Szlovákia. Szlovákia volt. Tehát úgy látom, hogy ez egy pozitív jel abból a szempontból, mert egyrészt a lakosság szerintem most jobban áll, jobb állapotban van, mint az előző válság tekintetében. Tehát én szerintem a lakosságon nem lesz olyan nagy probléma. Természetesen, hogyha meghosszabbítódik majd most a moratórium, akiknek rászorultak, azoknak ez tovább fog segítséget nyújtani. A több ügyfelek meg majd a bankok találnak ki valami mást, hogyha az szükséges. Most, hogy mely ágazatok vállalati oldalon, amelyek leginkább gondba lehetnek. Egyértelműen most ugye, amik a leginkább érintettek, a turizmus, a vendéglátás, a művészetek meg hasonló. Emellett igazából a feldolgozóipar szerintem, ami még érintett lehet. Leginkább azért, mert a globális kereslet itt csapódhat le leginkább, mint egy meghatározó szempont, hogy milyen igényekkel, meg milyen bevételi forrásokkal rendelkeznek a feldolgozó cégek, és igazából a szolgáltatói értékláncban is lehetnek törések, amik megzavarhatják ennek a szektornak a működését. Tehát én itt látom leginkább potenciálisan a vállalati körben a problémákat, a normál, vagy a kiemelt turizmus meg hasonló túlmenően. Köszönöm szépen. Esetleg még. Ha a témához adja, lehet egy kicsit provokatív kérdésem, hogy hol látjátok egyébként, mondjuk szektorszinten, nem szeretnék banki adatokba belemenni, mondjuk szektorszinten a válságot követően mondjuk a nem teljesítő állománynak a potenciális nagyságát. Tehát ugye láttuk a legutóbbi válságban a számokat, mondjuk ahhoz képest ez alacsonyabb értéken állhat meg, hasonló szinten. Mi az, ami most így a szektor szinten a kilátásokban benne van, Éva? Bocsánat. Jó, akkor Radován, Éva, és akkor utána a Laci. Jó,
Ugye én ezt az egész moratóriumot úgy nevezem, mint amikor egy kuk talál az ember, ugye elkezdi emelni a hőmérsékletet, és ugye a fedő az majd részben december 31-én fog lekerülni erről a kuktáról. Azt azért látni, hogy ugye főleg a vállalati ügyfelek között azért nagyon sokan kijelentkeztek. Volt egy-két haszonélvező is, aki úgy döntött, ugye, hogy a tőkét az tovább fizeti, viszont a kamatot meg nem, mert az ugye ennél jobb kölcsön máshol nem kaphat. Tehát aki így megpróbál egy picikét valami extra hasznot húzni, ilyen is van. De szerintem ez nagyon-nagyon függni függ attól, hogy második hullám milyen lesz, mekkora lesz. Én azért továbbra is bízom benne, hogy messze-messze az alatt fog maradni az MPL állomány, mint amit itt láttunk, ugye hogy volt, hol volt ez 12-13-14-ben. Szerintem ez még mindig ilyen egy számjegyűnél fog lenni ezek után is, de mondom, ez nagyon-nagyon függeni fog utolsó pár napban, ami történik, főleg a világpiacokon. Szerintem most lassan kezdi a világ megemészteni, ugye, hogy ebből most V betű lesz, L betű lesz, W lesz, vagy pedig milyenféle kilábalás lesz, és szerintem ettől nagy mértékben fog függeni majd az is, hogy mekkora lesz majd az MPL állomány után. A te tipped az egy-egy számjegyű, ha jól értem, szektor szinten. Én nem szeretnék tippelni, hanem a kérdést úgy közelíteném meg, hogy a bankrendszer és a gazdaság teljesítménye kéz a kézben jár. Tehát ha a gazdaság teljesítménye javul, akkor a bankrendszer teljesítménye is javul. Most globális összefüggésekről beszélek, és nyilván, hogyha a gazdaságban ezt a mostani csökkenést valahogy vissza lehet hozni, akkor az nyilván befolyásolni fogja a portfóliónak a minőségét. Ezt mondom, ez egy ilyen általános megjegyzésem. Ami a saját bankomat illeti, optimista vagyok, és globálisan is azt gondolom, vagy bankrendszer szinten is igaz, hogy miközben a gazdaság teljesítménye és a bankrendszer teljesítménye kéz a kézben jár, az, hogy egy portfólió minősége milyen lesz, azt még ezen túl az is meghatározza, hogy milyen feltételek mellett nyújtottuk ezt a hitelt, milyen a fedezettség, milyen a tulajdonosi elköteleződés, és milyen szigorú a monitoring. Tehát, hogy ha tudjuk, hogy a portfóliónkban melyek azok a vállalatok, amik a leginkább kitettek a csökkenésnek, jó esetben sikerül olyan megoldásokat találni, ami az NPL ellen hat, de ma még ezt nem lehet megítélni. Egy ilyen mértékű gazdasági visszaesés szektor szinten nyilvánvalóan érinteni fogja a bankok jövedelemtermelő képességét azon keresztül, hogy mennyi értékvesztést tartanak indokoltnak. És még egy megjegyzésem van ehhez, hogy ugye mindenkinek lehetősége volt a moratóriumban bennmaradni. Mi is azt tapasztaljuk, hogy vannak olyan ügyfeleink, akik amiatt, hogy a be nem fizetett kamatot később nem tőkésítjük, emiatt kiszámolta magának, hogy ő jobban jár, és hogyha ő jobban jár, akkor ez az ő dolga, tehát hogyha a jogszabály ezt a lehetőséget megengedi, akkor ez a lehetőség adott. Azonban azt gondolom, hogy a szereplők túlnyomó többsége számára ez nem valami, és most a spekulációs megfontoltságot nem valami negatív értékítéletnek gondolok. Szóval, de a többségnek ez egy hasznos megoldás volt, és én azzal is egyetértek, hogy a jövőben a lakossági szektorban az arra rászorulók kapnak lehetőséget arra, hogy a moratóriumban továbbra is részt vegyenek, és azzal is, hogy akiknek, vállalkozásoknak, akiknek az árbevételük jelentősebb mértékben csökkent, azoknak legyen ez lehetőség. És még egyszer ennek a témának a kapcsán is elmondom, hogy a garancia programokat át kell tekinteni. Mi az, amit még tudunk nyújtani a bankrendszeren keresztül az ügyfelek számára? Ez egy fontos kérdés lesz majd a következő szekcióban. Laci? Mi azt gondoljuk, hogy jövő év második negyedévére ez a egészségügyi válsághelyzet megoldódik, és gyakorlatilag jövő nyára visszatér a gazdasági normális működési. Gyógyszerfejlesztésekről vannak információt? Ehhez is értünk, igen. Nem, de hát
ugye valamit várni kell, és akkor az ember olyat vár, ami a legvalószínűbb, és azt gondoljuk, hogy ez a legvalószínűbb. Most, ha egy ilyen szenárió megvalósul, akkor jövő nyáron a gazdaság, a világgazdaság, és ezen belül valószínűleg a turizmus, és stb. Visszatér egy normális működési állapotba, és ez alapján azt gondoljuk, hogy a NPR át a növekedés az pár százalék pont lesz. Tehát abszolút visszafogott. Ha még esetleg nem így lenne, akkor is. Ugye óriási a különbség a 12 évvel ezelőtti szituációhoz képest. Mind a monetáris politikák, mind a fiskális politikák nagyon nagy a mozgástere. Tehát Magyarország relatíve nyertesen tud kijönni ebből a szituációból, mert egyszerűen olyan, mondjuk akár az eurozónához képest is, ugye olyan eszközökhez is tud nyúlni, például a monetáris politika, az hogy független, amik relatíve a magyar gazdaság fejlődését egy ilyen nehéz helyzetbe felgyorsíthatják. Jó, köszönöm szépen. József, igen, köszönöm. Ja. Nem, a József, és akkor utána. Ne haragudj. Visszatérve erre a moratórium kapcsán, azt megállapítható, hogy olyan júniusig volt nálunk az, akik oda-vissza lépkedtek a moratóriumba, utána ez megrekedt. Valószínűleg volt egy bizalom abba az irányba, hogy itt megszűnt ez a Covid-válság. És hogy mi lesz az, hogy belépnek-e moratóriumba, az pedig most elkezdett jelentkezni. Most jelentkezik az a problémakör, amikor az emberek eddig takarékoskodtak. Tehát volt egy fogyasztói társadalom, ami mindent megkívánt vásárolni, és futott előre, de az is érezhető volt, hogy a nyár folyamán, illetve hát magával a tavaszi problémákkal az emberek elkezdtek takarékoskodni. De a takarékoskodás véges, hiszen akik nem tudtak elmenni dolgozni, vagy éppen, hogy körbenézzünk, amikor jöttünk ide ebbe a csodálatos épületbe, a környéken lévő éttermekben nem kellett ide telefonálni, hogy foglaljunk asztalt, mert azért régebben nem így nézett ki, akár a vár sem, akár a turizmus, de ehhez kapcsolatban az a láncolat sem, amik ezt ellátták, és nem nagyon nézzünk mögé, mert nem csak a felszolgálók és a szakácsokra kell gondolni, hanem azokra a termelőkre, akiknek itt eladták a termékét. És őnekik azért azt kell mondani, hogy hasban exportáltuk a zöldséget és a húst, amit megtermeltek vidéken, mert azok fölhordták ide az étterembe, és elfogyasztották. De ugyanezt lehet mondani más ágazatokra, és akár a borászokra is, akik ugye nagyon sokan borászkodnak, és ezekben a kis éttermekben a saját kis borukat eladták, és ez egy, azt mondjuk, hogy nullás vállalkozás volt, mármint, hogy éppen megéltek belőle, de most ez a fogyasztás eltűnt. És hogy bejelentkeznek-e a moratóriumba, igen, elképzelhető, hogy őnekik az a várakozásuk, hogy helyreáll minden, és az ősz az meghozza azt a várva várt pillanatot, hogy nem kell ettől félnünk. Ez nem jön el, így a moratóriumba bejelentkezőkre szerintem számítanunk kell, bár az egész olyan egy kicsit, mint a ködöt szurkálnánk, hogy mi fog történni, mert azt sem tudjuk. Régen azt kell mondani, hogy egy ilyen szám, amit ma is bejelentenek fertőzött számnál, azért áprilisban ettől megijedtünk volna nagyon. Most egy kicsikét úgy, jó, ennyi volt, és megyünk tovább. Egy ezres fertőzöttségi szám az nem egy akkora szám, de hogyha ezt áprilisban valaki mondta volna, akkor igen, megijedtünk volna. Tehát arra föl kell készülnünk, hogy sokan lesznek a moratóriumban. Én azt gondolom, hogy a mi ügyfeleink, és a legtöbb ügyfél nem gondolkodott ezzel a kamat arbitrázs lehetőséggel, hogy ők ezt zsebre tegyék, mert azt gondolom, hogy józanul gondolkodva azt azért tudják, hogy nem csak a bankokra kell vigyázni, hanem egymásra is, és akkor legalább legyünk becsületesek, hogyha más nem lesz, akkor ezt nem mondják ránk, hogy mi ezt kihasználtuk. De az is igaz, hogy ha ez elhúzódik, és a jövő évben nem találják fel a gyógyszert, hogy én annyit tudok, csak nem értek hozzá, hogy 61 ilyen fehér jár ki a koronavírusból, ennyit tudok róla. Magyar szakemberek megvizsgálták, és meg is tudták bökni egy tűvel, úgyhogy ez gratuláció a Sotén. Úgyhogy, de hogyha ez nem sikerül, és nem áll helyre, akkor szerintem további intézkedések lesznek szükségesek. És még egy fontos dolog, amit elfelejtettem mondani, hogy jelen pillanatban azért a vállalkozások nagy része likviditási hitelben gondolkodott, és nem fejlesztési, beruházási hitelben. És hogyha a likviditási hitel feléjük, vagy elfogy, és nem tud indulni a gazdaság, akkor oda kell figyelnünk nagyon. És akkor jönnek ezek a garanciák, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani. Ez egy fontos állítás, azt gondolom. Jó, akkor a kör végén még a
Csaba, jól láttam, hogy jelezted, hogy... Balázs, igen. Köszönöm szépen. Én az utolsó kérdéssel kapcsolatban, hogy hogyan készülünk a növekvő hitelkockázatok kezelésére, lenne csak egy gondolatom. A Éva már említette a monitoringot. Én úgy gondolom, hogy ez rendkívül fontos, különösen azokban az ágazatokban, amelyeket a válság leginkább érintett. Ezekben az ágazatokban a legfontosabb, hogy a lehető leghamarabb az ügyfelekkel közösen meg beazonosítsuk a legkritikusabb problémákat, és ha ilyen probléma van, akkor közösen az ügyfelekkel a lehető leghamarabb egy közös megoldást találjunk, vagy dolgozzunk ki, pontosan azért, hogy ne legyen a végén probléma. És ehhez egy második gondolat, hogy szerintem a legjobb védelem és a legjobb készülés az, hogyha amikor a gazdaság felfelé ívelő szakaszában van, akkor úgy hozzuk meg a hitelezési döntéseinket, hogy azok óvatosak, körültekintőek, és mivel szerintem a magyar bankrendszer az elmúlt években már így működött, úgyhogy ez is egy nagyon pozitív lesz, és vissza fogja nyomni a nem teljesítő hitelállomány arányát. Jó, köszönöm szépen már. Akkor a következő témánk, hogy a hitelpiac, és ugye általában a hitelezés, ugye itt is azért a számok azon, a mindenki előtt ismertek, tehát látszik az, hogy itt a járvány kitörésével általában a hitel aktivitás, az a hitel kiáramlás az lassult. Ugyanakkor az is látszik, hogy az állami programok, akár a lakossági piacon, akár a jegybanki programok, ugye a vállalati piacon egy támaszt tudnak adni ennek a folyamatnak. Itt ugye ilyenkor egy örök dilemma, hogy ugye miről szól a történet. Tehát kereslet vagy kínálat, kereslet és kínálat. És hogyha mondjuk a hitelpiacnak a kínálati oldalát nézem, akkor az képesség vagy hajlandóság, képesség és hajlandóság, tehát hogy minek a függvénye az, hogy mennyi hitel tud kiáramlani. Ugye itt a lakosság esetében, illetve a lakáspiac esetében látjuk azt, hogy körvonalazódnak ugye új döntések, új programok, amelyek hát ugye főleg 2021-től tudják majd megint belendíteni ilyen módon az újlakás piacot, illetve azon keresztül azt gondolom az újlakás finanszírozását is, ami egy lehetőség azt gondolom a szektor szereplői számára. Úgyhogy én általában kérdezném azt, hogy a lakossági szegmensben, ott ugye én azt látom, hogy jelenleg két tendencia érvényesült, tehát hogy egyrészt, amit a József is már jelezett, hogy általában az emberek óvatosabbá váltak, és nagyon sok megtakarítás jelenik meg a piacon, miközben hitel oldalon, hát alapvetően az állami programokhoz kapcsolódó termékek azok, amik mennek. Kérdés, tud-e ebbe változást hozni mondjuk a 2021-es év, és mondjuk azok a tervek, amelyek a lakáspiaci szegmensben körvonalazódnak, vagy egy tartósabb lejtmenetre kell fölkészülnünk a lakossági hitelezésben és a lakossági hitel keresletben. Hogyha megnézzük a teljes idei várható hitelállomány bővülési rátát, az olyan 11% prognosztizálható erre az évre. De a 11%-ot, hogyha normalizáljuk az árfolyam hatásból adódó gyengülést, és mondjuk a moratórium miatti csökkentett törlesztésünt, akkor kb. 3%. Tehát valamilyen szintű, messze alulmúlja a hitelállomány növekedést ez az év a tavalyit. Mi jövőre 5%-at növekedést látunk a lakossági hitelpiacon. Hogyha egy termékszinten nézzük, igazából a visszaesés leginkább a személyi kölcsönök tekintetében volt látható, és továbbra is látható. A lakáshitelezés darabszámban, meg nézzük a lakás eladásoknak a szám, a tranzakciók szám tekintetében, én azt mondom, majdnem visszajöttünk az első hullám előtti időszakban. Tehát abban úgy gondolom, hogy a lakáshitelezés szép lassan visszaugrott, a támogatott, a babaváróhiteli szintén ez látható. A személyi kölcsön igazából az, ami jelentősen visszaesett a korábbi időszakhoz képest, és ez mutatja ezt az óvatosságot a lakossági ügyfélkörben, amivel szerintem tovább lehet majd kalkulálni a jövőt illetően, hogy kisebb bővülés személyi kölcsönök tekintetében, de a babaváró lakáshitel aztán tovább fog bővülni, ilyen 5%-os nagyságrenddel a válság, vagy a következő egy évben is. Köszönöm, Laci. Ez nagyon érdekes, mi is azt látjuk, hogy a lakáshitel folyósítás az nagyon hamar visszaállt az első hullám előtti szintre.
És egyébként nem csak Magyarországon, hanem a régió többi országában is ez van. Tehát igen, egyrészt többet takarítanak meg az ügyfelek, meg kevesebbet fogyasztanak, de ugyanakkor optimisták is, mert hosszú távú befektetéseket eszközölnek úgy, hogy hitelt vesznek föl rá. Tehát a lakáshitelpiac az gyakorlatilag helyre állt. Ja. Ma is akkor utána még az Ádám. A lakáspiac az mindig egy konjunkturális piac. Nem véletlen, hogyha gazdasági indikátorokat nézünk, akkor egy adott ország esetében megnézik, hogy milyen az ingatlanpiac, milyen az építőipar indexe, és így tovább. Amikor egy válság van, akkor az embereknek az a természetes reakciója, hogy óvatosabbá válnak, és akinek lehetősége van, az megtakarít, főleg úgy, hogyha úgy látja, hogy a piacon a fejlesztői oldal egy picit visszament. És a fejlesztők, a lakásépítők, és nem most a saját erős, nem a saját erős lakásépítőkre gondolok, hanem azokra, akik sok lakást építenek, azok hogy gondolkodnak? Azok ugyanúgy gondolkodnak válságban, nem tudják, mi lesz a jövedelmekkel, mi lesz a munkanélküliséggel, óvatosabbá válnak, hiszen aki elkezd egy fejlesztésbe, annak hinnie kell, hogy el tudja adni, előértékesítésre van szüksége. Én azt gondolom, hogy ha itt nem történik valami állami program, és hát persze olvassuk a híreket, és látjuk, hogy ebben gondolkodnak, én ha tudjuk, hogy ennek a beavatkozásnak majd nyilván van egy átmeneti lökés hatása, és majd ha ez véget ér, akkor lesz egy más típusú hatás. Én egyetértenék azzal, hogy a keresleti oldalon is a fejlesztők érdeklődését fönn kell tartani. Elvileg a növekedési hitelprogram erre lehetőséget biztosít, akár 20 éves lejárata is, ha bár bankárként mondom, nem nagyon szeretünk 20 évre hitelezni, mert azért mégis az egy elég hosszú idő, de minden esetre az NHPR lehetőséget biztosít. És ahhoz, hogy nagyobb számban tudjanak ezek a ingatlanfejlesztők reális értékesítésben gondolkodni, ami ahhoz szükséges, hogy a bankok ezt meghitelezzék, ahhoz viszont arra jótékony hatással lenne, hogyha a lakossági kamatok tekintetében is kialakulhatna egy olyan struktúra, ami a jelenlegi kamatszintekhez képest egy alacsonyabb kamatszintet biztosít. Ha ez nem lesz, hát akkor az fog történni, amit most látunk a piacon. Köszönöm. Ádám? Hasonlót szeretnék mondani, kicsit talán más oldalról. Én úgy gondolom, hogy az emberi vélemények, így a lakossági piac, ez kicsit ilyen, mint a részvényárfolyam, hogy így hosszabb távon közelít a fundamentumokhoz, de rövidebb távon nem mindig racionális. És számos felmérést készítettünk ügyfeleink körébe, és a kezdeti ijegység utáni erős pesszimizmus az így a nyár folyamán erősen csökkent. 83-87% volt ügyfeleinek pesszimista és negatív a saját kreatásaival kapcsolatban, és ilyen 60% alá csökkent így nyár végére ez a vélemény. Ezzel párhuzamosan a hitelezés is újraindult, ahogy itt Laci is mondta, a lakossági piacon, miközben, ahogy alelnök úr mondta, a V helyett azért mégiscsak egy pipába fordultunk át. Tehát van egy ilyen lakossági, emberi pszichológiának, az egész válságnak, nem tudja hirtelen megszokni az ember, pláne nagyobb csoportok most akkor válságban van. Ahogy emlékezzünk vissza, amikor jöttünk kifele, akkor is évekkel kellett akkor az, hogy elhiggyék, hogy már kifele jövünk tényleg, is lehet fogyasztani, lehet beruházni, lehet építkezni. Tehát én azért aggódok még attól, hogy bár tényleg a trendek azt mutatják, hogy visszaálltunk a hitelezési pályára, hogy amikor ez a második hullám, mikor nem is lesz olyan negatív, mint az első, de mégis úgy tényleg a mindennapjaink részévé válik, és úgy kicsit úgy rátelepszik majd a lelkekre, akkor lehet, hogy megint visszaesés lesz, és pesszimistában terveznek az emberek lakással, új hitelfelvétellel, stb. Tehát én azért nem vagyok ennyire optimista a lakossági hitelpiac tekintetében ilyen rövid középtávon. És akkor csak egy gyors kérdés, lakossági megtakarítási piac? Ott ugye volt már róla szó, hogy azért most a megtakarítások emelkednek, ott mire számítotok, hogy a magyar megtakarítók megelégszenek a hagyományos betétekkel? Ugye tudjuk, hogy alapvetően konzervatívabb megtakarítási szerkezet jellemzi a magyar megtakarítókat, vagy
keresnek majd új lehetőségeket, akár a leáleszközök piacán, akár a részvénypiacon, tehát hogy mire készül a magyar bankrendszer. Zajlik a termékfejlesztés, vagy bízunk a hagyományos attitűdökbe? Ha megérdez, akkor folytatom, ha már itt nálam volt a szó. Keresőben van, azt látjuk az ügyfélkörünk, a megtakarítások nem csökkentek, sőt inkább erősödtek, de azok a sztár termékek, amik meghatározták a piacot, mint az állampapírok korábban, azok most kevésbé egyértelműen népszerűek, és keresés van, nagyon sok kérdés kapu, nagyon sok tanácsadásra eltöltött idő, főleg a privát banki, prémium banki területen. Nem mernék még erre most választani, mi lesz az új sztár termék. Értem, esetleg még ez a témához. József. Én egy ilyen indikátort szeretnék csak jelezni, hogy nézzük a pénzmozgásokat és a devizamozgásokat is. Bizonyos ügyfélkör ugye hozzánk csapódott így a pénzváltó tevékenység is, hogy azt látjuk, hogy a lakosságnál valami miatt megindult az, hogy pénzt váltanak. Tehát, hogy elindult valami útkeresés abban, hogy még milyen alternatív megoldások lehetnek. És ez nem egészséges, de van egy ilyen hirtelen megindulás most itt az elmúlt két hétben, hogy erre is oda kell figyelnünk, hogy miben tud, és hogyan tudunk bizalmat adni annak, hogy a pénz, és ugye mondhatjuk azt is, hogy mekkora készpénzállomány van kint a lakosságnál, vagy hát azt kell mondani, hogy készpénzállomány az egyesek szerint, hogy már 6000 milliárdot meghaladja, hát most nem tudom a pontos számot, lehet, hogy visszaesett már kicsikét, de hogy ennek az útját meg kéne találni, hogy a gazdaságba visszakerüljön, és ne a cihába és befőttes üvegbe legyen. És ehhez kellenek jó ötletek és megoldások, mert nehéz lesz versenyezni, hogyha ez egy kicsikét kívülre kerül. Igen, ez egy régi célunk itt a gazdaságpolitikán belül, azt gondolom, hogy ezt a készpénzállományt, ezt hasznosabb irányba tereljük. Talán még a Józsit még annyival egészíteném ki, tudom, hogy ezt a műsort valószínűleg és sajnos az átlag ügyfél nem nézi, de szerintem nagyon sokszor bizonyíték is van arra, hogy ők azok, akik a legrosszabbkor a legtöbbet váltják át forintról devizába, és ugye nálam is általában olyankor csörög a telefon, amikor 360 van, 370, most akkor már váltsam most, és akkor mondom, pont most nem szabad, jó? Hanem pont ezt kell kivárni, ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy nagyon sok ember szerintem március-áprilisban újra visszatért a tőzsdére, és ezek a nagy volatilitások, amik most vannak, szerintem lehetőség adnak sok ember számára, tudni kell, mikor beszállni és kiszállni, tehát szerintem itt is aktívabb lesz a lakosság, és továbbra is marad szerintem a MÁP plusz, ami továbbra is egy nagyon vonzó dolog, és hogyha valakinek ez a 3-4-5% kevés, én mindig azt mondom, ha beteszel 10 milliót, akkor naponta kapsz ennyi és ennyi ezer forintot, és azért valahogy ez úgy vonzó az embereknek. És szerintem biztosan látni fogjuk, ha majd visszapörgetjük a filmet, hogy főleg ilyen időszakban, amikor a lakossági betétek tényleg jelentősen nőnek, tehát amennyire a lakosság visszafogott, ami a költekezést illeti rossz időben, annyira nagyvonalúak jó időben, jó, akkor túlköltik magukat, most még túlsporolják magukat, és itt valószínűleg az állampapíroknak is majd valószínűleg egy jelentősebb szerepe lesz majd. Jó, hát akkor én csak kapacitálnának titeket, hogy akkor mindenki mondja ezt az ügyfeleknek, hogy készpénz helyett akkor MÁP plusz, tehát hogy ez az irány, és az a makrogazdasági szinten biztosan mindenki jól jár. Akkor Éva még az utolsót. Igen, én annyit tennék ehhez a kérdéskörhöz, hogy ez szegmens kérdés, tehát többféle ügyfélviselkedési forma van, különböző edukációs szinten, különböző jövedelmi helyzettel. Ugye tudjuk, hogy a magyar lakosság megtakarítási szerkezetében a betétek aránya, tehát hagyományos megtakarítási formák aránya magas. Én azt gondolom, hogy ez a szerkezet nagyon gyorsan nem fog tudni megváltozni, és továbbra is sok olyan ügyfél lesz, aki bízik a bankjába, és úgy gondolja, hogy érdemes betétekbe tartani a pénzt, és hát nyilván a mostani helyzetben ezek a nagyon kedvező állampapírok biztonságos és magas hozamot biztosítanak. De azok, akiknek nagyon sok pénzük van,
azok diverzifikálni fogják a rendelkezésre álló jövedelmet, és azok között lesznek olyanok, akik bátrabbak és részvényeket és más típusú befektetéseket csinálnak, és nyilván van egy alacsonyabb jövedelmi helyzettel rendelkező ügyfélkör, főleg vidéken, kisebb településeken, akik továbbra is a megszokott, hagyományos, sajnos cihát, azt meg kellene oldani, hogy az bekerüljön a bankrendszerbe, és a másik jelentős része a bankokban, betétekben fogja tartani a megtakarításait. Köszönöm szépen. Akkor át is térnék a vállalati szegmensünkre. Nagyon a számokkal nem szeretnék untatni senkit, inkább a kérdésekre. Még talán egy ábrán időznék el, ami ugye itt is állandó kérdés az, hogy hitelezési hajlandóság, hitelezési képesség, hogy és hogy a hitel felvevő köre az potenciálisan hogyan néz ki, tehát hogy mennyire lehet a kereslet. Itt mi ugye azt látjuk, hogy azért itt a válság kitörése óta volt egy egyértelmű trendváltás Európában, tehát egyre többen kezdték el használni a garanciát, mint lehetőséget, mint intézményt ebben a válság időszakban, és hát egyelőre az a helyzet, hogy e tekintetben azért Magyarország itt az ábrának a jobb oldali szegmensében tanult, tehát azon országok csoportjában, akik egyelőre kevésbé használják itt a garancia programokat, tehát relatív alulteljesítők vagyunk ugye ezen a téren. Úgyhogy itt át is ugranék erre a kérdéskörre, tehát hogy ti hogyan látjátok úgy általában a vállalati hitelpiacot jelen pillanatban, tehát hogy látjuk azt, hogy azért csökkennek a hitelkihelyezések, és hogyan tudna ebben a folyamatban, hogyan lehetne ebben a folyamatban mondjuk hatékonyabban, még hatékonyabban bekapcsolni a garancia programokat a jövőben. József. Köszönöm. Én még visszatérve az Évának egy mondatára, ami mondta, hogy a 20 éves hitelt nem szívesen adna. Én szívesen adok 20 éves hitelt, hiszen ha úgy nézem, akkor 20 éve dolgozom ugyanott, tehát megérem azt is, hogy visszafizetik ezeket a 20 éves hiteleket. Az biztos, hogy jelen pillanatban korábban említettem ezt is, hogy inkább a likviditás és forgóeszköz hitelekre indult meg az igény. Természetesen összegyűjtöttük azokat a hitelprogramokat, amivel azt mondja, március óta dömping jelleggel megjelentek a bankok, megjelentek az intézmények, be lehet Exim, Fejlesztési Bank és társai. Ez egy A3-as lapon, mint egy 50 sort tesz ki. Vannak benne beruházási hitelek is, és próbáljuk az ügyfeleket arra ösztökélni, hogy ezt vegyék igénybe. De valószínűleg azért, mert még egy kicsit kivártak a beruházási hitelekre, nem volt akkora az érzékenységük. És ez egy, szeretném felvenni, hogy szerintem az lenne a megoldás, hogyha jó beruházásokat tudnánk most indítani, és felkészülni arra, amikor elindul valóban a piac. Ugye mindenki megijed a turizmustól például, hogy a turizmusban micsoda kockázat volt, de most kell felújítani. Mert ha nincs vendég, akkor most kell beruházni, és hogyha majd lesz vendég, akkor ez megtérülhet. Természetesen óvatosságra mindenképpen intek minden olyan beruházás. Nézze meg, hogy mi beruház be, de ezt így kéne valahogy feldolgozni magunkba, és azt kéne feltűzni a zászlóra, hogy olyan beruházásokat, ami hogyha itt 2021 júniusában elindul mindenki, és újból szép vidék és szép élet lesz, akkor ez tudjon működni. A másik fontos dolog, hogy a likviditási pénzek elfogyása után fog jönni a probléma, és arra is fel kell készülni. És hát mi szerintem mindannyian, akik itt vagyunk, folyamatosan mondtuk ezt a garancia történetet, tehát hogy erre mindig volt egy várakozásunk, hogy ez induljon el, de úgy láttam, hogy voltak országok, akik elég jól ki tudták használni, mert két évvel ezelőtt még az volt azt gondolom az indoklás, hogy Magyarország jól áll, mint garancia programban résztvevő, vagy garantált hitelekben, garanciaintézmények által biztosított hitelekben, és most azt láttuk, hogy egy kicsikét lecsúsztunk erről a vezető helyről. Tehát ebben van lehetőség, és erre most nagyon oda kell figyelni. Igen, ugye én erre szoktam mondani, hogy általában szerintem garanciára nem akkor van szükség, amikor egyébként kint hétágra süt a nap, mert akkor ugye általában, hogy mindenki szívesen megtalálja azokat a cégeket, akiknek tud hitelt adni, hanem szerintem a garanciáknak pont akkor van szerepe, amikor beborul az ég és elkezd esni az eső. Tehát, hogy ilyen szempontból
mi a jegybank oldaláról egyenlően mindenféleképpen egy kihívásként kezeljük azt, ezt az ábrát, hogy ennek az ábrának egyelőre az alsó harmadában vagyunk, tehát előre tekintve azt gondolom, hogy itt van tér arra, hogy a garanciaprogramok szélesedjenek. Úgyhogy esetleg egy kérdés az, hogy hol látjátok azt, hogy milyen szegmensben lehetne mondjuk a garanciaprogramokat bővíteni. Balázs. Igen, én most nem is a szegmensekre, hanem konkrétan a hitel- és garanciaprogramok általában lenne egy gondolatom, hogy majdnem 200 kedvezményes garancia és hitelprogram van. És úgy gondolom, hogy mi azért bankosok nagyjából átlátjuk, megértjük, hogy melyik program, melyik vállalati helyzetre, vagy melyik vállalatnak lehet jó. De még egyszer 200 van, és lehet, hogy el lehetne azon gondolkozni, hogy a számát, tehát ezt a 200-ot egy picit lejjebb vinni, hogy segítsük a vállalatokat, vállalati vezetőket, akiknek amúgy van elég baja, hogy jobban kiigazodjanak, kiismerjék a programokat. Tehát ezt látom egy ilyen általános, esetleg átgondolandó lehetőségnek egyszerűsíteni. Köszönöm, szerintem ez úgy általában fontos, hogy a minden termék esetében. Éva? Talán akik néznek minket, vagy követnek, azok látják, hogy mennyire szeretjük egymást, de azért versenyzünk egymással. Nagyon, nagyon helyes, ezt mondjuk. Ez ügyfelek érdeke, ezt kívánja. Hogy láttam, és természetesen eláruljuk most a hallgatóknak, hogy az alelnök úr által készített prezentációt megkaptuk korábban, és ott láttam, hogy a negyedéves vállalati hitelállomány zsugorodott. Mégis a reklámhely a Jókrányi Bank esetében 4%-os növekedés volt. De a konkrét kérdésre, hogy mi az a konkrét terület, amit én javasolnék, én három dolgon gondolkodtam. Az egyik nagyon kiváló ez a krízis garancia alap, ami 6 évre szól, és az a feltétele, hogy vagy az árbevétel 25%-a lehet a teteje, vagy a személyi költségnek az x-szerese. Ez korlát. Tehát mindenféleképpen javaslom, hogy ha lehet megfontolni, hogy a 6 éves futamidő legyen 10 éves, és azok a korlátok, amik a krízisgarancia alapba, vagy az ahhoz hasonló struktúrába való beférési lehetőséget lehetővé teszik, akkor ezek a korlátok mérséklődjenek. Tehát a 6 év 10 évre, és a bekerülés korlátja egyszerűsödjön, és végül, de nem utolsó sorban, hogy a garanciadíj mértéke is bizonyos esetekben legyen kisebb, ez nagyvállalati körben, ez a jelenlegi kamat környezetet is figyelembe véve magas. Nyilván ez a hitelgarancia szervezet eredményével való járással jár, de én azt gondolom, hogy tekintettel arra, hogy az államnak ott többsége van, érdemes áldozni a garanciadíj oldalán azért, hogy a GDP-ben erőteljesebb növekedés tudjon lenni, vagy legalábbis kisebb legyen a visszaesés. Köszönöm. Értem. Ádám, akkor a végszó ebbe a körbe a tiéd. Köszönöm szépen, akkor rövid leszek. Én azt gondolom, hogy iparágat nem neveznék meg, ami viszont fontos lenne, hogy ezek az állami programok, vagy nemzeti banki programok minél jobban harmonizáljanak egymással, tehát ha valamelyik ügyfél jogosult az egyikre, akkor legyen jogosult a másikra, és hogy itt a garantikán az a nagy előnye, hogy a NHP-val össze van valamilyen szinten szinkronizálva. De sokszor találkozunk, hogy ügyfél megkapja a támogatást, vagy a garanciát, vagy valamelyik programot, de az ehhez jól illeszkedő másik programot meg nem, ott másfajta kritériumok vannak, másfajta elbírálási rend, és vagy időhiány miatt, vagy a paraméterek különbözősége miatt mégse tudunk jól haladni. És ilyenkor az ügyfél jogosan nem értő, hogy de hát jó vagyok a banknak, jó vagyok a A programnak, akkor a B programnak mondjuk miért nem vagyok jó. Itt fontos lenne tényleg minél inkább ezeket a programokat közel húzni egymáshoz. És hagyj említsem meg még egyszer, hogy azért ilyen válságos helyzetben sok-sok vállalkozásnak már csak tőke az, ami tud segíteni. Tehát túl vagyunk már a hitelezési képessége, már a garancia sem tud segíteni. Tehát már tényleg az jön elméletileg, hogy most tőkét kell neki biztosítani. Ezt tudom, hogy egy nehéz ugrás, mind a vállalkozás oldaláról, mint felülről nézve, de azért ebbe is szerintem lehetne lépéseket tenni. Köszönöm szépen. És akkor megengeditek én az időszűke miatt a jövedelmezőség témát, azt átugrom. És akkor egy utolsó téma az a digitalizáció témaköre, vagy picit egy tágabban értelmezve a bankolásnak a jövője. Itt ugye a Bill Gatesnek van egy híres mondata, hogy
bankolásra mindig is szükség lesz, de bankokra nem biztos. Ugye tekintetben talán 2-3 évvel ezelőtt még, amikor ugyanezen a fórumon ültünk, akkor ugye gyakorlatilag mindenki azt a szót használta legalább egyszer, de szerintem többször, nem mondom azt, hogy minden mondatban, de gyakorlatilag minden hozzászólásban, hogy fintek, és akkor a fintekek, jönnek a fintek cégek, amelyek átalakítják a bankolást, stb. Ugye tekintetben én azt gondolom, az elmúlt évek azért egyértelmű eredményeket is mutatnak. Szerintem két eredménye van, hogy egyrészt szerintem sikerült azért ezt a kihívást úgymond a bankrendszernek egyenlőre kezelnie, vagy inkorporálnia. Másrészt meg az is látszik, hogy azért ez a koronavírus járvány azért a fintech cégeket is komoly kihívás elé állítja, és azt a business modellt azért nagyon komolyan challenge-eli, vagy meg kockázattal látja el, amiben a fintech cégek, ugye itt főleg az életpályáknak az első szegmensében működnek. Tehát ilyen módon, hogy úgy az néz ki, hogy a fintech probléma, tehát ilyen szempontból azért talán most kisebb, de ugyanakkor meg az látszik, hogy itt a válságnak egyelőre, akik a nagy nyertesei, azok egészen bizonyosak a big tech cégek, ugye egyik oldalról. Ugye ezt látjuk, hogy ők azok a szereplők, akik gyakorlatilag egy teljes pénzügyi értéklánc lefedésére képesek lehetnek, óriási adatvagyonnal bírnak, hatalmas készpénzállománnyal rendelkeznek, tehát gyakorlatilag korlátlan fejlesztési lehetőségek vannak. Itt IT oldalról nagyon felkészültek, és hát gyorsan érik el a fiatal felhasználókat. És hát ugye azt látjuk az elmúlt időszakban, vagy inkább, hogy hajlandóak is belépni a pénzügyi közvetítésnek a területére. Tehát az első kérdésem az, hogy jelentheti-e itt a koronavírus járvány után a Big Tech ugyanazt a szót, mint mondjuk 3-4 évvel ezelőtt a fintech, és ugyanarra a kimenetre számítotok-e, tehát hogy igazából nem tudnak azért majd ezek a cégek áttörést elérni, és továbbra is a bankok lesznek a meghatározóak a pénzügyi közvetítésben, vagy pedig azért itt egy sokkal súlyosabb kihívásról van szó. És a másik kihívás pedig, én azt gondolom, hogy az is egyértelműen látszik, és ezt a folyamatot szerintem szintén fölgyorsítja a válság, az az, hogy a jegybankok is elkezdtek ezen a területen mozgolódni, tehát nagyon sok úgynevezett digitális jegybankpénz projekt zajlik a világban, aminek gyakorlatilag a kimenete, hát ugye a különböző szintek függvényében az azért az, hogy a jegybank mérleg, az ugye nem csak a kereskedelmi bankok számára lehet a nap végén elérhető, hanem akár a különböző szinten, de azért a magánszektor szereplői számára is. Tehát kíváncsi lennék a véleményetekről erről a fejlesztési irányokról is. Ugye több olyan állítás van, hogy nagyjából azért ez a digitális jegybankpénznek a megjelenése az a következő 1-5 éves időtávon azért bekövetkezik a világban, hogy alakíthatja át ez mondjuk a bankolást. Tehát két kérdésem van, lehet szabadon választani, hogy melyikre reagáltok. Tehát, hogy Big Tech versus Fintech, tehát hogy nagyobb kihívást jelentenek-e a Big Tech cégek a bankolásra, mint mondjuk 3-4-5 évvel ezelőtt a Fintech volt, vagy hasonló módon képes lesz majd a rendszer kezelni. A másik kérdésem pedig az, hogy látjátok a digitális jegybankpénz projektek jövőjét, és mondjuk a jegybankok és a bankrendszer együttműködését itt a jövőben. Szabadon lehet választani, melyik kérdéshez szóltok hozzá. Lacitól láttam egy jelentkezést, utána József, a tiéd a szó. Ugye, amiben a Big Tech cégeknek előnye lehet a bankrendszerrel szemben, az a szabályozási arbitrázs. Tehát a bankszektor az egy rendkívül szigorúan, részletesen szabályozott iparág, és rendkívül szigorúan és részletesen ellenőrzött iparág. És ez egy óriási költséggel jár a bankok részéről, és a szolgáltatásainkba is ezeket a kontroll mechanizmusokat be kell építeni. Abban az esetben, hogyha a Big Tech cégek ugyanazt a fogyasztói igényt ki tudják úgy szolgálni, hogy ezek a szabályozások és felügyeleti elvárások nem vonatkoznak rájuk, akkor egy nagyon nehéz helyzetbe kerülnek a bankok, mert gyakorlatilag úgy kell versenyezni, hogy más szabályok érvényesek. Tehát azt gondolom, hogy itt nagyon fontos szerepe van a szabályozónak, hogy a pénzügyi szolgáltatásokat azt egyformán kezelje, független attól, hogy milyen intézmények nyújtsák ezt. És hogyha a Big Tech cégekre is ugyanazok a szabályok vonatkoznak a bankokra, akkor azt gondolom, hogy semmi problémája nem lesz a bankrendszernek, akkor kiválóan fel tudja venni a Big Tech cégekkel a versenyt. A második kérdésre is, ha reflektálják röviden, én igazából nem értem, hogy milyen előnye lenne egy digitális jegybankpénznek, mondjuk azzal szemben, hogy,
hogy azonnali átutalás van elektronikus formában. Tehát miért nem jó az elektronikus pénz, ami most van? Mondjuk akkor csak egyet mondok nagyon gyorsan, mondjuk valószínű, hogyha mondjuk a betét elhelyezés lehetősége mondjuk a háztartások vagy a vállalkozások számára is megnyílik egy jegybanknál, akkor adott esetben mondjuk betét biztosítási problémák azok nem tudnak fölmerülni, hiszen értelemszerűen egy jegybank az korlátlan mennyiségben tud jót állni a betétek oldalára. De természetesen azt jelenti, hogy a jegybank nem bízik abban, hogy tudja úgy felügyelni a bankrendszert, hogy ne legyenek problémák. Hát most, hogyha a történelmi tapasztalatokat nézzük, azért valahol azért a helyzet azért még mindig az, hogy szerintem globális szinten mondjuk 10-12 évente bekövetkezik valamilyen pénzügyrendszer. De ez rettentő veszélyes. Tehát, hogyha a jegybank azt mondja, hogy azért kell jegybank pénz, mert nem biztonságos a bankrendszer, tehát ez jaj. Véleményeket kérek. A szó az valahogy hozzám kerülhet, mert hogy, de először az első kérdésre persze, válaszolnék, persze. Mert a második kérdés csak a Lopott idő című film jut mindig az eszembe, hogy ilyen digitálisan mivel kell elszámolni, és akkor az, még azt többször meg kell néznem. De a... Nagyon jó film egyébként nekem tetszik. Igen, tehát Magyarországon valahogy mindenkinek tetszik. A kritikusok azt mondják, hogy egyébként Amerikában, Európában nem találták olyan jó filmnek, mint Magyarországon. Tehát valószínűleg ezért érett meg a digitális jegybankpénz is Magyarországon, mint befutó lehetőség. De visszatérve az első kérdésre, és minden szavaddal egyetértve, csak annyit szerettem volna reflektálni, hogy úgy néz ki most a mi életünk, hogy van egy ilyen big tech, fintech vonal. A fintechek azok szerintem elvéreztek egy kicsit. Mindenki szerintem tanácsadók jól megijeszgettek vele minket, jót kerestek rajta, majd most jött a big tech vonal, mert mindig föl kell találni valamit, amitől lehet félelemben tartani a bankárokat, és ez, mi van pénzük, valószínűleg fizetnek is ezekért a tanácsért. Na most a big tech-eknél meg az a probléma, hogy úgy néz ki, hogy vagyok én, akit beletesznek itt egy zsákba, és mellém tesznek egy ilyen jó sportoló fiút, és azt mondják neki, hogy fussunk együtt és versenyezzünk. És én ebben a zsákba futásban fogok utána menni, és milyen érdekes, hogy ő sokkal szebben fut, sokkal kívánatosabb, és milyen gyors is. Miközben mi ebbe a zsákba, és még tesznek bele egy kis olmot, ugrálunk, és próbáljuk a közönségnek a vágyait teljesíteni. Hát ez nem fog menni hosszú távon. A másik részről, hogy a mi szerepünk azért, és itt magyar bankokról beszélve, azért az is fontos, hogy mi itt élünk. Mi itt élünk, együtt lüktetünk a gazdasággal, és amikor véletlenül NHP program van, vagy valami olyan megtakartási formát szeretnénk a lakosság fele közvetíteni, ami a lakosságnak jó, akkor úgy ránk gondolnak, és mi ezt ugye természetesen jól felfogott érdekünkből nagyon szívesen és szépen végre is hajtjuk, csak hogy ők hogy fognak ebbe a helyi elvárásokba betagozódni, és nem csak azt fogják csinálni, hogy odajönnek, és leszedik a habot erről a kis süteményről, és arrébb állnak. Tehát én azt gondolom, és ezért értettem minden szavaddal egyet, hogy ez a szabályozónak is a felelőssége, hogy mi lesz itt a jövőben, hogyha tért nyernek a big tech-ek, akinek majd lehet, hogy egy zászló leszünk a térképén, és semmi más. Úgyhogy mi csak zsákban ugrálunk itt jelenleg. Jó, tehát ugye szerintem ez a folyamat azért a fintech kapcsán is zajlik, tehát szerintem most folyamatosan ébrednek ilyen szempontból, vagy vonnak le tanulságokat a szabályozók is, hogy mit jelent az, amikor nem tudom, valami távoli országba bejegyzett szolgáltató jelenik meg egy adott piacon. Tehát, hogy szerintem ez a tanulási folyamat, én azt látom, hogy párhuzamosan halad Ez egyetértek, csak 3 évvel ezelőtt szerintem pontosan ugyanezen a vonalon voltunk, bankárok, és próbáltuk jelezni a szabályzó felé, hogy ha a fintechben gondolkodunk, és a fintech egy kihívás, akkor nézzük már meg, hogy mit lehet vele csinálni. És most én örülök neki, hogy 3 év után sikerül ezzel valamit tenni, vagy valaki odafigyel rá, de ha most odafigyelnek ránk, akkor nem kell 3 évet várni. Ha mindenki jelentkezett, akkor menjünk sorba, jó? Éva. Számomra a fintech azt jelentette, hogy
azt a modern technológiai fejlődést, ami a világba bekövetkezett, szegmensekbe próbálta ki, és én sose gondoltam, hogy a fintekek majd bankokká válnak. Hanem én azt gondoltam, és abban is hiszek a mai nap, hogy az a technológiai újdonság, amit a fintekek gyorsan tudtak megragadni, azokat be kell integrálni a banki működésbe, és ha itt most végignézek a itt ülő bankárokon, akkor én azt látom rajtuk, hogy ők vagy fintekekkel is együttműködnek, vagy megvették őket, tehát hogy az a tudás, amit ők képviseltek, az szerintem hasznos volt, de hát ők vagy bankká válnak, és akkor bankok lesznek, vagy ha fintekek maradnak, akkor nem tudnak bankként működni, és a szabályozónak az a felelőssége, hogy ne is engedje be őket arra a területre, ahol a bankok vannak, hiszen akkor a fintekeknek is ugyanazokat a szabályozási követelményeket kellene kielégíteni. És a big techek vonatkozásában én azt gondolom, hogy ugye a fintekeknek egy innovációs technológiai tudás előnyük volt, van, de még egyszer mondom, ők nem is képesek, nem is tudnak a többségük bankká válni, hát hiszen ahhoz tőke kell, és amit a Laci elmondott, hát ez igen, tehát azokat a mérhetetlen költségeket, a belső ellenőrt, a mindenféle szabályokat, azokat nem tudják kielégíteni. A big techek vonatkozásában is azt gondolom, nekik egy előnyük van a fintekhez képest, hiszen a big techek is nagyon fejlett technológiai tudással rendelkeznek, hogy ismerik a ügyfeleik viselkedését. Tehát sajnos azt kell mondanom, hogy mindent tudnak mindenkiről. Na most ugye a bankolásnak nagyon sokféle skill-lel kell rendelkezni. Többek között meg kell találni, hogy az ügyfelei milyenek, mit lehet nekik eladni és hogyan. Most ez a tudás ott van a big techeknél. Ez egy nagyon szubjektív érzés, és lehet, hogy nem lesz igazam. Én azt gondolom, hogy ezek a big techek baromi sok pénzt keresnek azzal, amit most csinálnak. Ha ők bankként akarnak működni, hát tessék, akkor be kell tenni egy csomó tőkét, és akkor nem tudnak majd ennyi pénzt keresni a befektetett tőkéjükhöz képest. Tehát én azt gondolom, hogy azoknak a bankoknak van jövője, aki mindazzal a tudással rendelkezik, amivel ezek a fintech cégek, bírja tőkével, tapasztalattal, megvan feléjük az ügyfelek bizalma, mert a mindenféle felmérés szerint, nem csak hazai, hanem globális felmérés szerint is az ügyfelek egyébként a fintech, big tech vagy bank, a bankokba bíznak meg a legjobban. És nyilván azért, mert az a szabályozási követelmény azért mégis átjön az ügyfeleknek, amiket a bankok számára ki kellene, tehát a bankoknak biztosítaniuk kell. Az utolsó kérdéshez nem értek. De azt gondolom, hogy az egy nagy stratégiai felelősség, hogy hagyjuk-e a versenyző bankokat működni a kompetitív piacon, vagy azt mondjuk, hogy ezekre nincsen szükség. Ugye én abba bízom, hogy a bankokra szükség van, hiszen ez egy olyan szektor, ami évezredek óta van, a működési formája folyamatosan változik, és hogyha van előnye ennek a digitális jegybank pénznek, akkor nyilván erről még nagyon sok mindent kell vitatni. Nyilván, mint bankvezető, nem örülnék annak a jövőképnek, ha ennek a jövőképnek az lenne a vége, hogy mindaz, amit csináltunk, arra nincsen szükség. Köszönöm. Ezt még senki nem mondta, tehát, hogy... Nekem csak egy dolog most hirtelen eszembe jutott, ugye gondolom a kollégák is nagyon sokszor mennek ügyfelekhez, és nagyon szép esemény mindig, amikor jön egy miniszter, kapnak állami támogatást, szalagot átvágják, megnyitják, és azt mondják, volt még egy befektetés. És picit arról álmodozom, mi van, hogy egyszer valaki hozzánk eljönne, jó? És megdicsérne minket, hogy a fejlődtünk, új applikációt bevezettünk, netán kapnánk egy kis állami támogatást is, valaki átvágná a szalagot, hanem ilyen három havonta összeültetek minket, és azt mondja, még ezt is ráderezte, meg még azt is ráderezten, meg hogy miért keresel ennyit, meg hogy ez nem jó. És ha tényleg az ember belegondol, tehát én nem emlékszem utoljára, mikor került az adófizetőnek pénzébe a magyar bankszektor. Az utóbbi 10 évben biztos, hogy nem. Jó? És mégis az a percepció, hogy a bankok azok nem tudom, mindig ott valahol csüngenek, jó az állam körül, és aztán ott nem tudom én, valami extra pénzt kapnak. És még talán ezekre a big techekre visszatérve, amit az Éva is mondott, hogy el tudom képzelni a szemem előtt, hogy
jön például a moratórium, és akkor valaki fölhívja a Zuckerberg urat, és akkor azt mondja, hogy most akkor jó volna 24 órán keresztül most nem tudom én átütemezni a magyar GDP-nek a nem tudom én 35%-át, és ezt most mindjárt meg kell csinálni. Vagy nem tudom, van valakinek jó ötlete, mint a babaváró hiteles, akkor üljünk le, és akkor nézzük meg, hogy lehet holnap elindítani. Jó? Tehát szerintem lehet, hogy tévedek, de szerintem a felügyeletnek is mindenki másnak is legalább akkora fejfájást jelent egy ilyen big tech-es kihívás, mint amit jelent nekünk is. És mi, őszinte legyek, ebben az esetben elvárjuk a támogatást. Jó, a Nemzeti Banktól ugyanúgy ebből a szempontból, hogy védje meg minket. Engedjetek meg, csak itt nagyon sokan mondtátok, hogy a felügyeletet és a szabályozást, csak egy olvasói kérdést, akkor be is olvasnék itt ez a, vagy egy hallgatói kérdésre ez a témához, hogy szerintetek mennyire tudja követni a fintech szabályozása gyors változásokat, és a fogyasztó érdekvédelem mennyire van veszélyben a szabályozás időbeli késedelme miatt, hogyha esetleg ehhez. Tehát, hogy tudja követni a szabályozás ezt a folyamatot, és ez okoz-e? Még itt ehhez is, erre is válaszolok. Szerintem nehezen tudja, de egy picit más oldalra indulnék el. Én a lopott időt nem láttam, de megnézem, de olvastam az Eltűnt idő nyomában című plusz könyvet, és azon gondolkodtam el, hogy nem-e illúzióban élek, hogy bankra még van szükség, és nem-e az a tévedésem, hogy azt hiszem, hogy ennek a dialektikus kapcsolatnak a egyik felén a big tech-ek vannak, a másik felén a bankok, hanem valójában egyik felén a big tech-ek vannak, a másik felén pedig a szuverén, hiszen méretében azért inkább ahhoz hasonlít, és a bank az csak egy eszköz a szuverén kezében, amit vagy úgy használ, mint most, vagy máshogy, ahogy tudja használni, mert ez egy hatalmas csata lesz azért a big tech cégek, és nem a banki tevékenységük miatt, általában a tevékenységük miatt a big tech cégek és a szuverénnek a csatája, és próbálom magam átpozícionálni, hogy lehet, hogy nem részvő vagyok, hanem egy eszköz ennek az egész történetnek a medrében. És igen, például a szuverénnek nagyon nehéz lekövetni a szabályozással is, és a fogyasztók, az állampolgárnak a védelmét lekövetni a technológiai változásokkal szemben. Nem mondom, hogy lehetetlen feladat, de nagyon-nagyon sok erő kell hozzá, és ezért félek attól, hogy egyszer azt mondja a szuverén, hogy hát akkor nekem minden erő kell, és akkor ide nekem az egész bankrendszert is, mert csak úgy tudok győzni ebbe a csatába. És ez nem Magyarországról beszélek most, hanem egy kicsit tágabban, és nem a következő évekről, hanem a következő 20-30 évről inkább. Egy dolgot emelnék itt a big tech-ek kapcsán. A fintech-eknek szerintem nagyon sok előnye van egy fintech-nek. A gyorsaság, az, hogy csak egy pár dologra koncentrálnak, nagyon gyorsan tudnak terméket kihozni. Ami hiányzik, ott igazából a bizalom, az ügyfélbizalom nem volt meg, illetve az ügyfél kapcsolat hiányzott, azt kellett nekik felépíteni. Ezért nem, szerintem azért nem tudtak olyan nagy mértékben még elterjedni. A big tech-ek kapcsán a bizalom egy fontos kérdés, nagyon ajánlom tegnap előtt a fiammal megnéztük a Social Dilemma című filmet, ezt ajánlom mindenkinek, hogy a tínédzser gyerekével nézze meg, és az alapján az elég jól el kell gondolkodni, hogy mit tud rólunk egy big tech cég, és mit tudna akkor, ha pénzügyi tranzakciókat is csinálnánk rajtuk keresztül. Ez szerintem a bizalomnak a alapvető megingásához vezethet, ami miatt szerintem a fintech-ek se tudtak olyan mértékben elterjedni. Értelemszerűen a kapcsolat a big tech-nek megvan, mert ott van napi szinten használja a tínédzserek, meg majdnem mindenki, de azért a bizalom az egy nagyon fontos szempont, amit nem szabad elfelejteni, ami a bankoknál még szerencsére erősen megvan és meg is lesz. Elképzelni is akarom, mit tudhatnak rólunk a bankok, tehát... Na, köszönöm szépen a válaszokat, akkor megengedtek mi néhány olvasói kérdést beolvasnék, ezek már ilyen a változatos témákban, jó, és akkor jelezzétek, hogy ki szeretne hozzászólni. Első kérdés, a versenytársak hogyan vélekednek a Magyar Bank Holding ZRT megalakulásáról? Növekedni fog a verseny ennek hatására, vagy tartanak a piacvesztéstől? Kicsit provokáljuk itt. Szerencsére nem vagyok érdekelt a kérdésben. Röviden szerintem. Rövid távon szerintem nem fogunk nagyon befolyásolni igazából semmit. Szerintem az integráció, akik ebben részt vesztek, az egy nagyon komplex dolog. Én gondolom, hogy addig, ameddig ez véghez megy,
addig igazából szerintem nagyon sok időnek kell még eltelni, illetve nagyon komplex folyamaton kell végigmenni. Majd, ha ez, most az urak tudják, hogy meddig fog tartani, onnantól, hogy milyen állapotok lesznek, meg mennyire sikerül integrálni, és mennyire sikerül tényleg úgy működni. Én szerintem utána végül is a verseny az megmarad, mert igazából eddig is egy nagy verseny van, az, hogy mondjuk egy vagy két szereplővel kevesebb van, a verseny azért nem fog jelentősen változni. Értem. Balázs? Szerintem a válasz egyszerű, a többi bank sokkal motiváltabb lesz, sokkal nagyobb lesz a verseny, egész egyszerűen azért, mert aki eddig második volt, az harmadik lesz, aki harmadik volt, negyedik lesz, aki negyedik volt, ötödik lesz, és úgy gondolom, hogy aki ebben a helyzetben van, az sokkal motiváltabb lesz, és mindent meg fog tenni, hogy visszaszerezze az, ami már egyszer az övé volt. Úgyhogy én a verseny erősödésével számolok. És aki első volt? Az első marad, hát már évek óta beszélünk arról, hogy ugye sok bank van Magyarországon, meg bankkonszolidációra lenne szükség, olyan tempó, hogy kevesebb bank legyen. Most ez a folyamat halad előre, tehát ez egy teljesen természetes fejlődési folyamata, azt gondolom, a magyar bankrendszernek. Jó, köszönöm. Következő kérdés, hogyan látják a bankvezérek jelenleg a nemzetközi és a régiós bankpiacot? Van-e lehetőség akvizíciókra? Mi azt gondoljuk, hogy van, és a régióban elsősorban az a kialakult válsághelyzet, ami körülöttünk van, az nem csökkentette az érdeklődésünket a újabb akvizíciók tekintetében. Értem, akkor egy talán utolsó kérdés, mert az időnk végén járunk. Mennyire látják a bankvezérek megfelelőnek a kormány, illetve az MNB lépéseit a járványkezelése kapcsán? Mi az, amit hiányoltatok az intézkedésekből? Igen, ez benne van a... Jó. Szerintem a munkának a többségét meg lehetett volna spórolni talán egy picikét pragmatikusabb hozzáállással, főleg ami a hitelkártyátokat illeti, illetve az overdraftokat, tehát egy-két ilyen dolgot valószínűleg, ami állományban tényleg minimális, de viszont számban és komplexitásban tényleg hát nem volt egyszerű. Jó? Tehát még egyszer szerintem ezt lehet, hogy lehetett volna másképpen is megcsinálni, de egyébként, hogyha most így az ember visszaforgatja a filmet, tehát abban az időszakban, olyan körülmények között jobbat mi se tudtunk volna csinálni, de még egyszer utólagosan azért valószínűleg ebben egy picikét kisebb munka jutott volna ránk, és ennek a hatása szerintem tényleg még az inger küszöb alatt lett volna, és tényleg valóban minimális. Példaértékűen pozitív volt. Gyors és jelentős nagyságrendű intézkedések születtek, amik abszolút hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar gazdaság az hamar kilábaljon ebből a helyzetből. Az egyetlen elem, abban a szó is volt, ez a bizonyos garanciák kérdése, tehát itt lehetne esetleg tekerni egyet a történeten, de egyébként azt gondolom, hogy tényleg mintaszerű volt a folyamat. Köszönöm. Éva. Ezt akartam mondani, hogy a Magyar Nemzeti Bank rendkívül gyorsan reagált. Szerintem hozzájárulva a vállalkozások és a bankok szorosabb együttműködéséhez, és a kormány is számos intézkedést tett, és hát nyilván nekem ez a 20 éve személyes véleményem, hogy a garancia intézményrendszernek nagyobb szerepet kell biztosítani egy fejlődésben lévő gazdaság számára. Köszönöm szépen, és akkor itt a rendelkezésünkre álló időnek a végére is értünk, úgyhogy én szeretném megköszönni minden meghívottunknak a részvételt, a nézőinknek a figyelmet. Összességében azt mondhatjuk, hogy azért erős alapokra épült ugye a magyar gazdaság az elmúlt időszakban, ennek megfelelően a bankrendszert is egy stabil állapotba érte a válság, vannak kihívások, ez látszik, de
Azért én összességében a beszélgetésben azt éreztem ki, hogy inkább az optimizmus az, ami úgy mindenki előtt van, úgyhogy reméljük ennek megfelelően alakul a 2021-es év a magyar gazdaság és a magyar bankrendszer számára is, és hát addig is azt gondolom, hogy itt a járvány időszakban a legfontosabb, mindenkinek jó egészséget kívánok, mert azt gondolom ez a legfontosabb most itt a előttünk álló hetekben. Köszönöm szépen!